A zsebében van a szabadkéz funkciós indítókártya, gépkocsija észleli, ha egy méteren belül megközelítette. Amint az érzékelési tartományon belőre került, a gépkocsi automatikusan nyitja az árakat és elindítja az üdvözlő folyamatot. Az első és hátsó lámpák világítani kezdenek és kiemelkednek az ajtókilincsek. Végül a külső tükrök Renault emblémát vetítenek a talajra, mutatva az utat a gépkocsihoz. Ha eltávolodik a gépkocsitól, miközben önnél van a szabadkéz funkciós indítókártya, a rendszer automatikusan bezárja az összes ajtót és a gépkocsi lefuttatja a búcsúzási folyamatot. A zárakat úgy is nyithatja, ha megnyomja ezt a gombot a kártyán vagy a csomagtartón lévő gombot, miközben önnél van a szabadkéz funkciós indítókártya. A töltőkábel kioldásához nyomja meg hosszan ezt a gombot. A gépkocsinak a kártyával történő bezárásához nyomja meg ezt a gombot. Az ajtók és a csomagtér legyen ehhez becsukva. Ne feledje, hogyha egy nyilászáró nyitva van, vagy nincs megfelelően becsukva, akkor a zárás nem történik meg sem távozáskor, sem a kártyán lévő gomb megnyomására. Hangjelzés szólal meg az ilyen esetekben. A kártya itt jelzett gombjával csak a csomagtér ajtót is kinyithatja, a külső világítás bekapcsolásához pedig nyomja meg ezt a gombot. A tompított fényszórók ekkor kb. 20 másodpercre bekapcsolnak. Így megtalálhatja a gépkocsiját éjszaka megvilágítatlan területen vagy egy parkolóban. A fények kikapcsolásához nyomja meg ismét ugyanazt a gombot. Végül a kártyán a zárógombot hosszan megnyomva az impulzív ablakemelővel felszerelt összes ablak automatikusan záródik, miközben a gépkocsit is bezárja. Miután működésbe léptek, a fogantyúk kb. 3 perc múlva automatikusan visszahúzódnak, anélkül, hogy bármit tenne a nyílászárókkal. De bármikor manuálisan is kihajthatja. Nyissa fel a zárfedelet és fogja meg a kilincs végét az ujjával. Ha a gépkocsit 8 napig nem használták, a megközelítéshez zárnyitás nem fog működni. Használja a kártyagombjait a gépkocsi kinyitásához. Az OpenAirLink multimédia rendszeren keresztül újra bekapcsolhatja a megközelítéses nyitást, és beállíthatja a gépkocsi üdvözlési és hozzáférési beállításait. Navigáljon a gépkocsi részre, és válassza ki a gépkocsi, majd a külső rész elemet. Most be vagy kikapcsolhatja az üdvözlő és a hozzáférési beállításokat. Ha a gépkocsiban tartózkodik és a szabadkezes kártya az utastérben van, az indításhoz nyomja le a fékpedált és nyomja meg ezt a gombot. Ha a kártya közel van egy olyan eszközhöz, mint például egy telefon, amely ugyanazt a frekvenciát használja, akkor a kijelző egysége megjelenhet a Place Card in the Area plus Start, helyezze a kártyát a plusz Start területre üzenet. Helyezze most a szabadkéz funkciós kártyát erre a területre, majd nyomja le a fékpedált és nyomja meg az indító gombot. Ha valaki kiszáll a gépkocsiból és nála van a szabadkezes kártya, akkor a kijelző egységeken megjelenik a No Card Detected, nincs kártya felirat. Ebben az esetben hosszan meg kell nyomnia a Start gombot a motor leállításához. Ne feledje, hogy szükség esetén a Renault kártyába épített kulcsot is használhatja. A hozzáféréshez csúsztassa el a jelzett módon ezt a rekeszt. A zárhoz való hozzáféréshez nyissa fel a zárfedelet. Most már kinyithatja az ajtót.